A Virágos Magyarország versenyt idén is meghirdeti a Magyar Turisztikai Ügynökség, amely május 15 és július 1 között várja az erkéről és a kertekről készült fotókat. A Virágos Magyarország versenyt idén is meghirdeti a Magyar Turisztikai Ügynökség, amely május 15 és július 1 között várja azokat az erkélyekről és kertekről készült fotókat, amelyek megmutatják, hogy milyen dísznövények, egynyári és évelő virágok, fűszernövények szépítik a balkonokat, erkélyeket, kerteket. A legjobb pályázatok benyújtói értékes kertészeti utalványt kapnak, közölte az ügynökség a Karcag Televízióval. Az MTÜ vezérigazgatója, aki elmondta, a 27 éves múltra visszatekintő Virágos Magyarország verseny az ország legnépszerűbb környezetszépítő kezdeményezése, amely idén a koronavírus járvány miatt átalakul, 2020-ban az önkormányzatok helyett az egyéni erőfeszítéseket ismerjük meg. Így kaphat díjat a legszebb balkonkert, a legvirágosabb előkert tulajdonosa. Hozzátette, bízik abban, hogy az átalakult verseny a magyarországi díszkertészet szakmának is támogatást nyújtott ebben a példanélküli helyzetben. A május 15-én induló Virágos Balkonok, Virágos Kertek című pályázatnál a résztvevők 6 darab balkonkerti vagy előkerti fotót és egy legfeljebb 400 karakteres leírást kell készíteni két kategóriában. A legvirágosabb balkon vagy a legvirágosabb előkert. A fotókat július 1-ig várják a szervezők a verseny honlapján, a pályázat a virágosmagyarország.hu oldalon. Arról is beszámoltak televíziónknak, hogy kategóriánként az első 3 legvirágosabb balkont és előkeltet 150 ezer forintos kertészeti utalvánnyal díjazzák majd az augusztusi eredményhirdetésen. Ezen kívül 7-7 pályázatot 100 ezer forint értékű kertészeti utalvánnyal jutalmaznak, valamint a közösség is szavazhat az általuk kiválasztott pályázatokat 100 ezer forint értékű kertészeti utalvánnyal ismerik el.